Ma szerda van. Kedv van. Ja, tényleg, akkor ma kedv van. És holnap megy el a fiam megint külföldre, úgyhogy elmentünk az Ossamba. Ő is vett magának egy csomó cuccot, én pedig vettem neki, hogy szendvicset fogok neki adni. Úgyhogy megmutatom, hogy mik kerültek a szatyorba. Paprika, ilyet majd kap a szendvicsébe pár darabot, akkor banán, van ilyen szép banán, nagyon szép banán, igen, aztán nézzük még mi van itt, narancs, ilyen gyönyörű narancs. Igen, aztán vettem magamnak egy ilyen vaníliás kólát, ez elég fincsi. Egyébként van fahéjas is, az is nagyon finom, csak az most nem volt. Na nézzük, mit vannak itt. Vettem egy ilyen fűszertartót, mert a régiek azok már annyira koszosak, már ilyen 100 évesek. Úgyhogy abból most itt beújítottam. Csomó ilyen műanyag cucc volt. Akkor a Bobikának megint ilyen húsos csont, ilyen csirkemell csontot, és két farhátat, abból lesz neki szokásos haja, meg itt is. Aztán, nézzük csak, van itt ilyen finom sonka, ezt fogja majd kapni a fiam a szendvicsébe, ezt a extra sonkát. Nem olyan zsíros. És akkor vettem még egy pár felvágottat itthonra. Fokhagymás felvágottat, abból kettőt. És vettem még kettő zala felvágottat. Igen, és akkor itt jönnek ezek a cuccok. Vettem egy ilyen nagyon helyes pancsót. Hoppá, ez itt van egy ilyen teteje. Azt valószínűleg nem nagyon fogjuk használni, de jól néz ki. Helyes ez a kancsó. Itt teának. És vettem egy üvegkancsót szintén teának. Ilyen van ilyen egy kis teteje. Nagyon kis helyes ilyen. Ilyen, nem is tudom, ez egy 1 literes kancsó. Aztán vettem egy ilyen szedő kanalat. Lyukacsos belsejűt, aztán egy ilyen edényfogót, ez is jól jön, akkor vettem ide is egy ilyen hosszú gázgyújtót, mert itt van nekem ugyanegy, de az ilyen tök rövid, tehát hogyha meggyullad erősen a gáz, akkor ez úgy nem túl praktikus, mert leég a körmöm is, na egy ilyet. És aztán itt van a kenyér, ez ilyen Graham toast kenyér, ebből lesz majd a szendvics, összeragasztva, bele lesz rakva ez a finom gurma extra sonka, és akkor ilyen füstölt trapista sajt szeletek lesznek benne még, és mi van még? Hát, van itt még egy sép kakaós tekercs, 2. Akkor van itt ilyen sép extra ilyen lekváros kis papucska. Most ezt megállítom. Na, akkor itt van vajkrém, azzal fogjuk megkenni a szendvicset. És akkor abban lesz a sonka, meg a sajt, alufóliában majd becsomagolom. Itt vettem egy ilyen Norbi Rudit, 5 darab van benne, vettem Norbi pudingot. És na, a Bobika megint elkezdjek nyűszögni, vettem egy ilyen vetési paradicsomot is. Bobika, ne kiabálj! Jó, és akkor vettem még 3 ilyen kókuszos, ilyen kindert,
ezek vannak, így desszertnek. Megvettem 3 meggyes kindert, ez is nagyon fini. Igen. És akkor rengeteg ilyen dobozkát lehetett kapni, úgyhogy vettem ilyen tároló dobozkának ilyet, ilyen sminkcuccoknak, ilyen rúzsoknak. Majd azokat is bemutatom, hogy miket szereztem az elmúlt időkben, meg mi van itthon. Majd én is szelektálom. Az úgy látszik ilyen nagyon ilyen menő dolog. No, na itt van ilyen. Akkor vettem egy ilyet, egy ilyen alapozó essence. Remélem jól fog menni a bőrömhöz, nem ez túl világos, vagy túl sötét. Itt van egy ilyen osanos édesítő. A szokásos rágógumi. Igen, akkor egy ilyen elem. És egy ilyet föl fogok rakni az ajtóra, kipróbálom. Akkor vettem egy hőmérőt, egy ilyet. Itt van még egy sonka. És vettem egy ilyen szép rúst, meg még egy dobozt. Ennek ilyen nagyon szép színe van. Ilyen. Ez ilyen sötét májba, vagy nem is tudom, nem nagyon látszik. Ugye? Így a fénybe talán egy picit. Na mindegy, majd kipróbálom. Úgyhogy ennyi volt. Ma délután pedig elmegyünk a Bobikával a kutya iskolába. Az 5 órakor kezdődik. És előtte még lehet, hogy elmegyünk a kutyafuttatóra, egy kicsit hadd rohangáljon, de nem biztos, mert olyan hideg van. Aztán hazajövünk, és akkor este nekiállok a szendvics készítésnek. Régen egyébként rengeteg kaját vitt magával a fiam, mindig főztünk neki, de csináltunk neki rántott húst, hát majdnem ilyen 2 kiló húsból, akkor fasírtót, akkor pogácsát sütöttem neki mindig, meg plusz még kapta ugye a szendvicseket is, úgyhogy rengeteg kaját, de hát amióta így életmódot váltott, így mondta, hogy ne adjunk neki semmit, a szendvics az elég. A többit meg megveszi ilyen csirkéket, meg ő is eszik, vagy iszik turbódiétát, úgyhogy ezek vannak. Úgyhogy további szép napot nektek, sziasztok!